Sziasztok, egy gyors körbetekintő szarvaskőről. Egykoron állomás volt, itt állok a második vágányhelyén, de hát sajnos felszedték, ott meg szétek rengeteg vasbokter, de már szolgálat nincsen. És egyébként az állomás épület kulcsos házként működik, úgy tudom. És hát ott nézzünk Eger fele, a másik irányban van Szilvásváros is. A melléképületnél pedig még, hogyha jól látom, megvan a régi neon felirat is, és itt van. A régi felirat, néhány betű még a neon is megvan. És az állomásnak az utcafronti része. Ezt nézzétek, rögtön négy vasbakter is van. De volt időszak, amikor itt még vonatkereszteket is el lehetett bonyolítani, hát sajnos ez már mind a múlté. Igazából elég hosszú állomás közt csináltak itt, mert legközelebb Mónos Bél az, ahol keresztezni lehet, az meg innen még 5 km, és Felnémet az, ami a másik irányba keresztezésre alkalmas, tehát szerintem itt meg lehetett volna hagyni a második vágányt, mert igazából enni nem kell, és bár mármikor jól jöhetne, akár személyzet nélkül a rugósváltóra is meg lehetett volna csinálni. És akkor a vonat találkozások itt lebonyolíthatóak lettek volna személyzet nélkül is. És ott van egy kilátó, de hát most nincs idő, hogy oda is felmenjek, de ott van egy kilátó, még elég magasan. És itt látszik még mindig a második vágány helye, a betonaljak meg vannak. És egyébként van arrafele még két alagút is. De hát most addig nem fogok kisétálni. Ez csak egy gyors körbetekintő lett volna innen Szarvaskőről. Egy elég hangulatos helyen van az állomás, itt patak van mellette, itt a másik irányban az erdő, és egyébként nincs el rossz helyen. Itt van a falutól, és nem messze, itt egy 50 méterre, tehát talán látszik ott a hó, és ott még van egy kút is. De az még lehet, hogy működik. De az ott már a falu, ott látszik a templom torony. És egykor itt volt a forgalmi iroda. És itt van az Eger felőli végen, és itt a második vágány, ami el lett bontva, és itt a harmadik is megvan. Már ez már csak egy védőcsonka volt, de egykoron még nem van, ott is volt egy másik vágány. Ez majd fentről.hu-n szétnézek majd itt a környéken, de a második vágányom az egyértelműen látszik. És nézzétek is, és van itt egy vasúti vagon is, ezt megnézem. Ez vajon hogy került ide? De ezek bizony, ez két vasúti kocsi. És itt van a két vagon, de le vannak zárva. Viszont még azt is el tudom képzelni, hogy ez így be van rendezve akár ilyen lakó vagy nyaraló helynek, mert ugye ott az egy áronbekötés. Na, akkor ez egy, nem mondom, ez ennyi lett volna, ez gyors körbetekintő. Sziasztok! Semmi. Ezt nézzétek! Villanypózdál az ember, mellette meg mászik a medve.